Harmincadik fejezet. Kól levegőt sem mert venni, úgy kísérte Edionnal a félig öntudatlan rend. Úgy dülöngéltek és botorkáltak a nyomornegyedben, akár a részegek egy tivornya után. Az utcákban a késői óra ellenére nagy volt a nyüzsgés. Egy nő megbotlott, elkapta Edion tunikáját, és gyorsan hadart valamit el akarta csábítani, de a tábornok finoman eltolta, és így szólt nem fizetek azért, amit ingyen is megkapok. Kol valamiért úgy érezte, hogy hazudik, mivel az elmúlt hetekben egyáltalán nem hallott semmi olyasmiről, hogy Edion megosztotta volna az ágyát valakivel, vagy talán az változtatott a prioritásain, hogy tudta, Elin életben van. Elérték az ópiumbarlagot, amit félig öntudatlan rend megnevezett, épp az utolsó pillanatban, mert a panziókba, fogadókba és kocsmákba berontó katonák kiáltásai már az utcán visszhangoztak. Kó nem nézett hátra, hogy megtudja kik ők, hanem benyomta a faragott ajtót. A mozdatlan testek, a szemét és az édes füst szaga teljesen eltömítette az orjukait. Még Edion is köhögött és rosszalló pillantást vetett rá aki hatalmas súlyjal nehezedett rájuk. Egy korosodó madám libent elő, hogy üdvözölje őket, hosszú tunikáját és köntösét, mintha számukra érzékelhetetlen szellőlebben tette volna meg. Végigvezette őket a favoritású folyosón, nesztelen léptekkel suhant a kopott színes szőnyegen. Az árakról és az éjszakai kedvezményekről hablatyolt valamit, de amikor Kól egy pillantást vetett ravasz zöld szemébe, tudta, hogy ismeri ránt és felteltőleg saját birodalmat épített ki itt Résvárban. Egy elfüggönyözött fülkébe vezette őket, ahol az édes füstől bűzlő elnyúlt párnák hevertek szerte szét. A hölgy felvont szemöldökkel kérdőn korra nézett, mire ő három aranyat adott neki. A párnákon elnyúló rend felnyögött, és mielőtt kol megszólalhatott volna, a madám már egy batyúval a kezében tért vissza. Már a szomszédházban vannak, mondta kedves, idegenszerű kiejtéssel. Siessetek! Egy tunikát hozott, Edion villám gyorsan levetkőztette a halásápat vértelen ajkurent, a sebe láttán szitkozódott, a hasán lévő vágás nagyon mély volt. Ha csak egy kicsit mélyebb, az egész rohad beleként lógna. A tábornok fogott egy szövetsíkot, amit a madám hozott, és bekötötte vele a fiatal lordizmos hasát. Rennen egyébként már mindenhol voltak hegek. Ha a mostani túléli, talán nem is ez lesz a legrosszabb. A nő kólelét érdelt, és kinyitott egy dobozt. Három pipa került a dohányzó asztalra. – El kell játszanotok a szerepeteket! – súgta, és a háta mögött függő vastag, fekete függönyre pillantott – Kétségtelenül azt latolgatta, mennyi idejük van még. Kól meg sem próbált ellenkezni, amikor a nő a szeme körül kipirosította a bőrét, krémet használt és valami port is, hogy, sa hogy sápadtabbá tegye az arcinét. Kigombolt néhány gombot a tunikáján és összekócolta a haját. Feküdj le, hanyagul és lazán, tartsd a kezeden a pipát. Szívsz meg, ha el akarsz lazulni tanácsolta aztán Edionnal kezdett foglalkozni, aki éppen végzett Ren átöltöztetésével. Pillanatokon belül a bűzös párnákra támaszkodva hevertek, a madám pedig elviharzott Ren tunikájával. A lord légzése nehéz és egyenletlen volt. Kol pedig alig bírta visszafogni a keze remegését, amikor a bejárati ajtó kivágódott. A madám lágy léptei hallatszottak, akik sietett üdvözölni a férfiakat. Gól hiába hegyezte a fülét, de úgy tűnt, Edion gond nélkül hal mindent. Öten vannak, csilipelte a madám elég hangosan ahhoz, hogy ők is hallják. Egy szökevényt keresünk, jött a goromba hangú válasz. Takarodj az útból! Biztosan meg akarnak pihenni, vannak privát szobáink csoportoknak is, és maguk olyan megtermetlegények. Úgy dorombolt, mint egy érzéki vadmacska. De azért pótdíjat számolunk fel, ha kardokat vagy tőröket hoznak be. Tudják, nagy felelősség, ha bódítószer miatt kissé. Elég legyen, förmet rá a férfi. Szövet szakadta, hogy minden elfüggönyözött fülkét átvizsgáltak. kool szíve a torkában dobogott, de azért hanyagul heverészet, pedig nagyon viszketett a tenyere, hogy megragadja a tőrét. Akkor hagyom önöket dolgozni szólt a nő illedelmesen. Ren olyan kábultan feküdt közöttük, mint aki tényleg nincs magánál. kócsak csak remélni tudta, hogy meggyőző lesz az ő előadása is, amikor letépték a függönyt. Végre itt a bor, kérdezte Eldion, alig érthetően a férfiakra sandítva. Az arca sápat volt, lazán vigyorgott, alig lehetett felismerni. Tudják, már húsz perce várunk, Kohl fátyolós tekintettel mosolygott a szobába kémlelő férfiakra. Valamennyien sötét egyenruhában voltak, de ezt az egyenruhát nem ismerte. Az ördögbe is kikezek, miért vadásznak rendre? Bort, csattant Feledion újra, mint egy gazdag kereskedő elkényeztetett fia. Most azonnal. A férfiak csak káronkodtak és folytatták a kutatást. Öt perc múlva távoztak. Az ópiumtanya bevett találkozóhely lehetett, mert murtaug egy óra múlva rájuk talált. A madama privát irodájába kísérte őket, rent lefoglalták a kopott kanapén, amíg a nő meglepő szakértelemmel fertőtlenítette, összevarta és bekötötte a sebet. Azt mondta, hogy életben marad, de a vérveszteség és a sérülés egy ideig harcképtelenné teszi. Murtaú végig ide-oda járkált, Rem pedig mély álomba zuhant, valami gyógyitalnak hála, amit a nő megitatott vele. Kól és Edion egy kis asztalnál ültek, a fal mellett egymás hegyén hátán álló ópiumládák középréselődve. Kól tudni sem akart róla, hogy mi lehetett az elixírben. Edion az zárt ajtót nézte, mintha a túloldaláról átszűrődő zajokra fülelt volna. Miért követtek benneteket? És kik voltak ezek az emberek? Tudakolta Murta Az öreg ember folytatta a járkálást. Nem tudom, de ők tudták, hogy mi hol leszünk. Rennek egész hálózata van informátorokból, egyikük elárulhatott bennünket. Edion továbbra is az ajtót figyelte, egyik kezét a harci késén tartva. Olyan egyenruhát viselnek, amin rajta van a királyi pecsét, de a kapitány sem ismerte fel őket, egy időre most el kell tűnnötök. Mortauk csendje valahogy súlyosan nehezedett rájuk. Kól csendesen megkérdezte. Hova visszük őt, ha már meg lehet mozdítani? Mortaug leállt, szemében mély bánat tükröződött. Nem tudom, nincs otthonunk. Edion élesen nézett rá. Akkor hol az ördögben voltatok idáig? itt-ott, elhagyott épületekben húztuk meg magunkat. Ha tudunk dolgozni, akkor fogadókban szállunk meg, de most... Kol most jött rá, hogy ha ennyi éve bujkálnak, akkor nem férnek hozzá az Olsburg vagyonhoz sem, de hogy hajléktalanok. Edion arcán a teljes közömbösség tükröződött. És nem tudtok olyan biztonságos helyről, résvárban, ahol megbújhatna, amíg felgyógyul? Ez nem kérdés volt, de Murtaú bólintott. Edion Rent nézte, aki sötét kanapén hevert a szemközti falnál, majd nyelt egyet, és így szólt. Mondd el a kapitánynak az elméletedet a mágiáról. Órákig tartott, míg Ren eléggé visszanyerte az erejét, hogy egyáltalán meg lehessen mozdítani. Ez alatt pedig Murtaug mindent elmondott, amit csak tudott. Az egész történetét. Az öregember időnként suttogva mesélt a borzalmakról, melyek elől menekültek, és arról, hogy hogyan szerezte meg Ren a hegeit. Mindegyikről beszámolt. Kol megértette, hogy a fiatalember miért volt olyan szófukar. A titoktartás tartotta őket eddig életben. Összességében Mortaug és Rán annyit tudtak, hogy azon a napon, amikor a mágiának nyoma veszett, a különféle hullámok nagyjából egy háromszöget rajzoltak ki a kontinensen. Az első vonal Résvártól a Dermet pusztaságig terjedt. A második a Dermet pusztaságtól Sivatag földig húzódott. A harmadik pedig visszavezetett Résvárba. Szerintük egy varázslat okozhatta -e ezeket a hullámokat. Körülállták az Edion által rajzolt térképet, a tábornok pedig az ujját többször is végighúzta a vonalakon, mint aki egy hadi stratégiára próbál rájönni. A varázslat meghatározott pontoktól áradt szét, akár a jelző fény. Kóla az öklével az asztalra csapott. Hogyan lehetne hatástalanítani? Murtau sóhajtott. Árcser halálakor a munkánkat félbe kellett szakítani, a forrásaink is eltűntek a városból, mert féltették az életüket. De muszáj lennie valamilyen megoldásnak. De hol kezdjünk el kutatni? kérdezte Dion. A király biztosan nem hagy nekünk nyomra vezető jeleket. Mortaú bólintott. Szemtanukra van szükségünk, hogy megerősítsék a gyanunkat, de azokat a helyeket, ahonnan elgondolásunk szerint a varázslat kiindult, a király erői tartják megszálva arra várnunk kell, hogy bejussunk. Edion kelletlenül rávigyorgott. Nem csoda, hogy folyamatosan azt hajtogatod rendnek, hogy legyen kedves hozzám. Mint egy válaszkép rend felnyögött, nagy nehezen kezdett magához térni. A fiatal lord az elmúlt tíz évben vajon érezhette magát bármikor is biztonságban vagy békében. Ez megmagyarázná azt a dühöt, azt a zabolátlan indulatot, ami a fiatal ösztetőr teraszeni szívében honolt, beleértve Szelénát is. Van egy lakás a nyomor negyedben, egy raktárépületben. Biztonságos és fel van szerelve mindennel, amire szükségetek van. Maradjatok ott, ameddig csak akartok, szólt Kól. Érezte, hogy Edion figyelmesen nézi, de Murta a homlokát ráncolta, Akármennyire is nagylelkű az ajánlatod, nem fogadhatom el, hogy a házadban lakjunk. Nem az én lakásom, feleltek Kól, és hidd el nekem, a tulajdonos egy cseppet sem bánná.